A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola idén első alkalommal rendez karácsonyi gála műsort Körös körül aranycsipke címmel. A két órás produkcióban több száz gyermek vesz részt. A művészek együttműködése nem csak iskolán és az országhatáron belül, hanem azon túl is megjelenik, tette hozzá Demarcsik Györgyné, a művészeti iskola igazgatója. Lesz olyan pillanat több is, ahol mind a 300 vagy több mint 300 gyerek részese lesz egy-egy produkciónak. Lesznek természetesen csendesebb, kamara jellegű produkciók is, hiszen a nézőt nem lehet sokkolni itt ezzel a temérdek szereplővel. Tehát egy izgalmasan szerkesztett műsor lesz, amiben azért az irodalom is szépen meg fog jelenni. Tehát a gondolatisága, az évszakok váltakozása, illetve az a hagyomány, amely kötődik az évszakokhoz, meg fog mutatkozni táncban, prózában és hangulatban pedig a képekben. A művészeti iskola okkal lehet büszke volt növendékeire. Krúz Hedő Laura és Demarcsik Dániel, valamint a Nyírségtánc Együttes is a Fölszállott a páva tehetségkutató műsorának középdöntőjébe jutott. Így december 15-én és december 22-én szurkolhatunk a Szabolcs megyei táncosoknak. Mindkettőnknek nagyon erős ellenfeleik vannak, nekünk három másik néptánc együttessel kell majd versenyezni, tehát ott négy tánctársulat lesz ebben a második középdöntőben, a Daniéknak pedig két másikkal, tehát ők hárman lesznek. Hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a továbbjutás, de ha mégsem, tehát hogyha a zsűri úgy dönt, hogy nem ők, vagy nem a Nyírségtánc együttes jut tovább, ezúttal már lehet szavazni is, tehát itt nem a zsűri elnök szabad kártyájával lehet továbbjutni egy-egy produkciónak középdöntőnként, hanem várjuk a közönség szavazatokat is. Szeretnénk, hogyha Ha nem jutunk tovább, hogy nagy összefogás lenne itt a városban, megyében, ez ügyben is. Dávid és Laura szatmári cigánytáncot, párosbotolót és cigánycsárdát, a Nyírségtánc együttes pedig szatmári magyar táncokat mutat be a közönségnek a Fölszállott a páva című műsorban.